Kedves vendégeink, köszöntjük Önöket az FTC, a Budapesti Honvéd, az Aranycsapat és az FC Barcelona legendássá vált magyar játékosa, az első magyar világbajnoki gólkirály, Kocsis Sándor születésének 90. évfordulója alkalmából rendezett emléktábla avató ünnepségén. Felkérem Harmad Zsolt igazgató urat, hogy tartsa meg a köszöntőjét. Akkor szeretettel köszöntök én is mindenkit, akit ma megjelent, a minap szervezőit, vendégeinket, iskolánk tanárait, tanulóit, és örülök annak, hogy otthon tarthatunk ma a Kocsis 90 rendezvénysorozat befejező állomásának. Önök ma a Szent István Technikum és Kollégium díszelmében foglalnak helyet, és egy 1887-ben alapított iskola volt diákjára emlékezve rövid időutazáson vesznek részt. Hat kalúzaujam el most a jelenlévőket én egy rövid áttekintéssel, mit is jelent a sport, különösen a labdarúgás iskolánk életében. Gondolataimat Horváth Tamás tanár úr, Mesteristák és Istvánosok című könyvének idézetével kezdem. Kupák, plakettek, emlékérmek tanúskodnak arról, hogy iskolánkban a sport mindig fontos volt, az iskola hagyományának szerves része. Már a kezdet kezdetén, az iskola alapítás idején is nagy hangsúlyt fektettek a sportélet megvalósítására. Csak néhány példa a múltból. Az első világháború előtt dr. Kárpáti Béla lett a sportmozgalom motorja az akkor felső kereskedelmének mondott iskolánkban. A hivatalos tesi óra nem volt Kárpáti nagy bánatára, ám a sport iránti elkötelezettsége miatt csatlakozott azokhoz a sportszerető ferencvárosi emberekhez, akik 1899-ben létrehozták a Ferencvárosi Tornaklubot. Ő lett 1900 és 1906 között az FTC labdarúgó szakaszának az elnöke, majd 1907-ben az MLS elnöke. Így kerültek iskolánk diákjai közül 9-en is a Fradi futball szakosztályában. A 30-as években is vezető sportág volt iskolákban a futball. 1930 és 38 között többször értek el tanulóink az iskolák közötti, akár országos versenyeken is első helyezést. 1933-ból őrzünk egy kupát, amely a szegedi tanítóképző ellen az 5-3-as győzelem trófeája. Az időben ugorva egy újabb remek időszakhoz érkezünk, mert 1974-ben a futball lett iskolánk első számú sportja, és Patony László tanár úr szervezésében szárnyalni kezdett az ifjúsági és a serdülő csapatunk is, és ebből az időszakból a Népsport is egy cikkben megemlékezett, az első István példája című írásban. Ekkor a labdarúgóink országos bajnoki címet nyertek a Győr, Szekszárd, Nyíregyháza, Békés Csaba játékosaival szemben. A 80-as években is szintén számtalan sikerünk volt a Szent István csapatának akkor. Rengetegen, tehát több helyen voltak a világban, Norvégiában, Brazíliában, Nagy-Britanniában, Ausztráliában, és még sorolhatnám, hogy merre felé. 2001-ben például Szingapurban egy nemzetközi tornán ezüstérmet szereztek, 2002-ben Frankfurtban a húsvéti nemzetközi tornán aranyérmet szereztek, és az akkori nép, vagy győztes csapat tagjai közül csak pár nevet említenék. Lisztes Krisztián volt a csapattagja, Rutka János, Vince Otto, Sebők Vilmos, tehát ilyen nagy nevekkel is találkozhattunk az iskolában abban az időszakban. És a sport innentől kezdve a tanulással egyre inkább szorosan összefonódott, hiszen 2001-től úgynevezett sportosztályok is vannak nálunk az iskolában, és ahol rengeteg diákunk is futballozik, közülük egyik osztály épp beült hátra, hogy részt vegyen ezen az emlék, ezen a megemlékezésem. Viszont 2004-ben Patony László tanár úr hirtelen elhúnyt, és az ő tiszteletére 2011-ben a sportcsarnokunk megkapta a Patonyi László sportcsarnok nevet. Szerintem Patony tanár úr szintén büszke lenne arra, hogyha most itt lehetne és megtudná azt, hogy Kocsis emléktáblát helyezünk el a csarnokban, mert neki is a sport, illetve a futball nagyon fontos szerepet játszott az életében. És mindezek ismeretében különösen örülünk annak, hogy Kocsis Sándor, aki 1944-ben minket választott és beiratkozott hozzánk, ennek a múltnak a részese, és a jelennek a példaképe lehet. Aki tehetséges, szorgalmas,
aki biztatásra szorul, és néha megtorpan a nagyobb feladatok előtt, aki egyedül nem érzi az erőt magában, annak és talán mindenkinek egy klasszikus film főszerepének szavaival élve kell egy csapat. Ez a csapat, a Szent István is reméljük, és köszönjük, hogy példaképnek állíthatjuk a diákok elé kocsispályáját, annak minden nehézségével, dicsőségével és nagyszerűségével. Kívánok mindannyiuknak jó szórakozást, szép emlékezést erre a röpke órára, és köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. Kérem, engedjék meg, hogy felolvassam önöknek Tarlós István miniszterelnöki főtanácsadó úr köszöntő levelét. Kedves emlékezők! Nagyszerű elhatározás Kovács Barnabás és a Szent István Technikum kezdeményezése emléktábla elhelyezése Kocsis Sándor hajdani iskolájánál. Egykor ennek az intézmények jogelődjében koptatta a padot a Ferencváros, a Budapesti Honvéd, a Barcelona, Magyarország, sőt a földkerekség valahelyet egyik legkiválóbb labdarúgója. A magyar aranycsapat kiemelkedő csatára, akit a World Soccer magazin a 20. század 100 legnagyszerűbb futballistája közé sorolt. Olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes, bekdöntős, az 1954. évi világbajnokság gól királya, ötszörös magyar, kétszeres spanyol bajnok. Ferencváros Üllői úti stadionja előtt szobra áll, Óbudán egy hosszú utca viseli a nevét. Budapest díszpolgára a nemzet egyik büszkesége. 1953-ban részese a londoni 6-3-as magyar sikernek. Az angol válogatott 90 év után először szenvedett hazai pályán vereséget Brit-szigeten kívüli csapattól. A magyar válogatottban 68 alkalommal 75 gólt szerzett, amivel a gólátlag tekintetében ma is ő a csúcstartó. 18 évesen a Ferencvárosban indult el pályafutása, ahonnan nem saját akaratából került, 1950-ben a Budapesti Honvédba. A szíve mélye mindig ferencvárosi maradt. 1957. februárában egy hosszú túra végén, az 1956-os forradalom leverését követő bizonytalan helyzetet mérlegelve, Kocsis, Puskás és Cibor nem jött haza. Puskás a Real Madridban, Kocsis és Cibor a Barcelonában futott be káprázatos karriert. Kocsis Sándort, aki a pályán kívül meglepően szerény személyiség volt, a pályán maga volt a csoda. Akrobatikus futballt játszott, olyat, amiért a közönség özönlik a mérkőzésekre. Ahhoz a generációhoz tartozom, aki még láthatta itthon játszani. Játéka, népszerűsége, eredményessége nem maradt el a csodálatos Puskás mögött. Virtuóz technika jellemezte, ragyogóan látott a pályán, mindkét lábával és fejjel is ontotta a gólokat, amellett, hogy extra klasszisként is önzetlen volt a társakkal a mérkőzések során. Hiába érte a csodálatos sikereket külföldön is, hiába szerették Barcelonában, a legjobban őt viselte meg az otthoni környezet hiánya. Őt gyötörte a legerősebb honvágy. A megbecsülés, a hírnév, ami körülvette, főképp aktív pályafutása befejeztével nem tudta kompenzálni a lelki egyensúly hiányát. Szorongása, erősödött tépelődése egészségét is kikezdte, és alig 50 évesen tragikus körülmények között fejezte be életét. Halála után Barcelonában temették el. Idehaza méltánytalanul sokáig egyre halványult az emléke. Szerencsére, és nem kis mértékben Kovács Barnabás intenzív szervező munkájának köszönhetően már itthon is erősödik a kocsis kultusz. 2012-ben Hanvai is hazakerültek, és most már ő is ott nyugszik a Szent István Bazilika altemplomában, a nagy harcostárs és egyben rivális Puskás Ferenc mellett. 2019-ben születése 90. évfordulóján Kocsis 90 emlékév, kiállítások, megemlékezések voltak Barcelonában és Budapesten. Kocsis Sándor immár elfoglalja a magyar futballtörténelemben is az őt megillető helyet. A most avatott emléktábla állítása a kiteljesedő hiánypótlás kedves eseménye. Köszönet illeti érte a szervezők mindegyikét. Puskás, Kocsis, Bozsik, Cibor és soroljuk hozzájuk Grosicsot, Hidegkutit. Kocsis Sándor és öt társa talán mindenkinél több dicsőséget és nagyobb hírnevet szereztek országuknak. Nem feledhetjük őket,
nem feledhetjük a zseniális Kocsis Sándort. Tarló István, Budapest volt polgármestere, miniszterelnöki főtanácsadó. Felkérem Gellei Imrét, az MLS képviselőjét köszöntő beszédenek megtartására. Tisztelt igazgató úr, kedves vendégek! Kocsis Sándort méltatni egyszerre hálátlan és hálás feladat. Hálátlan, mert a futball világában kicsit is jártas embernek, szinte lehetetlen bármi újat mondani az aranycsapatról és annak meghatározó személyiségéről, Kocsis Sándorról. A Ferencváros, a Budapesti Honvéd, majd az FC Barcelona labdarúgójáról, az 1954-es világbajnokság gólkirályáról. Élettörténetét mi, a futball elkötelezettjei részletesen ismerjük. Kocsis Sándor gyerekkorában sok családfő tiltotta a gyerekét attól, hogy futballozzon, nehogy tönkretegye kevéske ruhájának valamelyikét, vagy éppen a csukáját. Kocsis apuka éppen az ellenkezője volt ennek, kifejezetten pártolta, hogy kisfia egyesületben futballozzon. Kőbányán laktak, szinte természetes hát, hogy a közeli kőbányai klubot nézett ki a fiának. Sanyi 1943-ban a kőbányai testgyakorló köre igazolt játékosa lett. Az ostrom után átköltözött a család a mai Józsefvárosban lévő, akkor még Kőbányához tartozó tisztviselőtelepre. Innen már közel volt az Üllői út, a Fradi pálya, ahová aztán akkor még nem egészen, a 16 éves Sanyi 1927. szeptember 21-én született a fővárosban, az édesapjával beállított. Alig nőtt túl a 170 centin, a háború miatti nélkülözés, és 60 kilót is alig érte el, aki ránézett, alig ha jósolta volna meg, hogy a világ majdani egyik legjobb csatára, sőt, a legjobban fejelő gólgyárosa lesz majd ez a csenevész fiú. Kocka az 1945-ös, 46-os idényben 5 bajnoki találkozón játszott a Ferencváros színeiben. Nagy áttörést az 1947-48-as szezon hozta. Sárosi és Mike távozása után egyre több játék lehetőséghez jutott. A Fradi az utolsó fordulóban veszítette el a bajnoki címet, az ifjú Kocsis 21 bajnokián 5 gólt szerzett, s sokkal több gólpasszt adott az óriási formában játszó Deák Bambának. A bajnoki címmel zárt 1948-49-es idényben 33, a következőben 30 gólt ért el. Kocsis Sándor 1950. június 18-án játszotta utolsó mérkőzését a Fradiban. Hivatalosan akkor már Édoszban átvezényelték a Budapesti Honvédba. A Budapesti Honvéd 1950 őszén megvédte bajnoki címét, a 15 fordulós idényben Kocsis és Puskás döntött a Honvéd javára a második helyen járó Textilessel, a mai MTK-val szemben. Kocka 24, Öcsi 25 gólt szerzett, a jobb összekötő 3, a bal összekötő 4 meccsen nem talált a kapuba. 1954 volt a pályafutása talán legjobb éve. A válogatottal elért sikerek, nem utolsó sorban a svájci világbajnokságon megszerzett gólkirályi cím, 11 találattal, mellett itthon is remekelt a Budapesti Honvédban 26 bajnokián 33 gólt ért el. Kocsis Sándor 1957 márciusában úgy döntött, külföldön marad, nem tér haza a Budapesti Honvéd dél-amerikai túrájáról. 1957-ben a svájci élvonalban középcsapatnak számító Zürichi Jungfellows igazolta le, amelyben aztán 11 mérkőzésen 7 gólt is szerzett. 1958-ban aztán a Barcelona Kubola László közbenjárására szerződési ajánlatot tette neki. Hamarosan a szurkolók egyik kedvence lett, ha ő a pályán volt, többnyire nyert is a csapat. Csak az volt a probléma, hogy nagyon keveset játszott. Súlyos sérülésekkel küzdött, így aztán első szerződése 3 szezonja alatt mindössze 23 meccsen lépett pályára, de akkor is 10 gólig jutott. Pedig ha egészséges volt, akkor mindig remekelt.
A Barca 1959-ben és 60-ban is megnyerte a spanyol bajnokságot. Néhány évig a barcelonai ifjúsági csapat futballistáival futballozott, majd edzői kurzus elvégzése után az Alicante csapatát dirigálta. Hát itt ez különösebb siker nélkül. A miértet talán a Barcelona klub híradójának fogalmazták meg. Ez a művész csak a billentyűköz értett, a rajta kalimpáló ujjak formálásához már nem igen. Talán ezért történhetett, hogy pályafutása befejezése után már nagyon kevesen, nagyon kevésszer látták boldognak, legfeljebb akkor, ha régi meccsekről beszélhetett, vagy ha dominózott, ha sakkozott, mivel a játék volt az élete. A 70-es években már egyre jobban kínoszták a betegségek, egyre zárkózottabb lesz, 1979. július 22-én eltávozott tőlünk. Egykori pedagógusként magam is tanítottam középiskolai tanárként, pedig hálás és megtisztelő feladatnak tartom, hogy ilyen alkalommal beszélhetek róla, amikor egykori iskolájában a Szent István Közgazdasági Technikum és Kollégium emlékeznek rá, állítanak emléket az egykori diákjának. Ez a mementó emlékeztet mindenkit arra, hogy tehetséggel, kitartással és rátermettséggel a legnehezebb körülmények közül is ki lehet jutni a világ tetejére, az ember elérheti álmait. Bízom benne, hogy az iskola jelenlegi és jövőbeli tanulói közül sokan valójában váltják elképzeléseiket. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Kérem, fogadják szeretettel Szőlősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét. Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt igazgató úr, Dellei mester, Józsi bátyám, kedves Jesus, tisztelt vendégek, kedves diákok, hogyha vagytok néhányan. Megdöbbentő volt hallani az előbb Gelejémre által röviden összefoglalt életrajzban, hogy miután 44-45-ben beiratkozott ide ebbe az iskolába Kocsis Sándor, 15 évesen, egy év múlva már a 45-46-os idényben a Fradi felnőtt csapatában futballozott. Ami azt jelentette akkor is, mint amit ma is jelent, hogy országosan ismert lett a neve. És én bevallom őszintén, először vagyok itt az épületben belül, de nagyon sokat hallottam a Szent Istvánról, a Szent István és a Fradi kapcsolatáról, az igazgató által említett nevekről, akik diákként és aztán híres Fradi játékosként kötődnek az intézményhez. Hát ezt a több évtizedes kapcsolt szálat erősíti tovább az, hogy ennek a munkának a során, amit a Kocsis 90 rendezvénysorozat foglal keretbe, ez is kiderült, ezt is kikutatták a kollégák, hogy Kocsis Sándor járt ide diákként iskolába, a Fradi történetének egyik legnagyobb alakja, és a magyar futball történetének egyik legnépszerűbb játékosa, Tarlós István főpolgármester úr, amikor összefoglalta Kocsis életútját és méltatta Kovács Barnabás munkáját és a Kocsis 90 rendezvénysorozatot, akkor szerényen elhallgatta, hogy ennek a rendezvénysorozatnak az egyik legfényesebb pontja az ő nevéhez fűződik, ugyanis amikor Barcelonában emlékeztünk Kocsis Sándorra, ő maga is ott volt, akkor megígérte és bejelentette, hogy szobrot fog állítani a főváros Kocsis Sándornak, ami meg is történt, és nem kevésbé fontos és jelképes helyen, mint a Fradi stadion bejárata mellett. Balra a bejárattól Albert Florian, az egyetlen magyar aranylabdás Fradi középcsatár, jobbra a bejárattól Kocsis Sándor, az első magyar VB gólkirály Fradi jobb összekötő, egész alakos, és meg kell mondjam, nagyon jó, kifejező, élethű szobra
látható. Ha már csak ennyi lett volna ennek a rendezvénysorozatnak a maradandó eredménye, akkor is nagyon boldogok lehetnénk, de hát ennél jóval többről van szó, lám még mindig nincs vége. Most egy emléktáblát avathatunk egy nagyon fontos helyen, ahol diákok és sokan futballozó, meg futballt szerető diákok fordulnak meg nap mint nap. Anélkül, hogy hosszasabban szónokolni szeretnék, miután a hétvégén kaptam egy nagyon érdekes dokumentumot, a hadtörténeti múzeum levéltára őrzi az egykori honvéd játékosokról írt titkos parancsnoki feljebbvalói jelentéseket, és miután az új budapesti Puskás Múzeum, a Terrorháza Múzeum égisze alatt dolgozó csapattal készítjük elő ezt a múzeumot, a kutatómunka során Monoki Kálmán kollégám találta ezt a szerintem még sehol nem publikált és sehol nem ismertetett anyagot. Ebből idéznék most röviden. Kocsis Sándorról írta a feljebb valója az 50-es években. Szakmai képzettsége igen alacsony, és annak fejlesztésével nem is törődik. Magánidejében katonai dolgokkal egyáltalán nem foglalkozik, a sportnak és a szórakozásnak él. Foglalkozásokon rendszertelenül vesz részt, a leadott anyagot csak kismértékben sajátítsa el. Így van ideírva. Feleletei gyengék, vagy a feltett kérdésekre egyáltalán nem is tud válaszolni. A fegyelem alól igyekszik magát kivonni, katonai foglalkozások nehezére esnek. Ugyancsak itt írják, politikailag képzetlen, nehéz felfogású és nem törődöm. A politikai foglalkozásokon lélektelenül vesz részt, ott teljes passzív magatartást tanúsít, ennek következtében nem fejlődik. A politikai foglalkozásokat szekírozásnak veszi, nem pártag, nem disztag, társadalmi munkát nem hajlandó végezni, az a felfogása, hogy a labdarúgás éppen elég társadalmi munka. A néphadseregbeli tisztségét foglalkozásnak tekinti, és nem hivatásnak, és az önkritikához való viszonya rossz, hibáit feltárás után sem ismeri el, és ezen nem is tud javítani. A sportot öncélúnak tekinti, és nem a szovjet sportolóktól, tehát nem a szovjet sportolóktól szerzi a tapasztalatot, hanem a régi FTC szellem ütközik ki. A régi FTC szellem ütközik ki egyéniségéből. Saját kocsmája van, autója és sofőrje. Ennek következtében kapitalista hajlamai is vannak. Hát nem túl hízelgő egyfelől, másrészt nagyon büszkék lehetünk Kocsis Sándorra, kockára, hogy abban a világban, amikor ilyeneket írtak az emberekről, ilyen nagyszerűen tudott futballozni, és az első számú hivatását, az első számú kötelességét, az, hogy örömet szerezzen magyar emberek millióinak, kiszolgálja a szurkolókat, és a legmagasabb szinten űzze a futballt, ezt nagyon is szem előtt tartotta, és hát a legmagasabb szinten meg is tudta valósítani. Ugyanakkor hát azért is olvastam föl, mert hát ha némi vigaszt jelent azoknak a diákoknak, akik úgy érzik, hogy minden, amit csinálnak, az rossz, és a feljebb valóik nem értékelik őket. Lám, ő belőlük is lehet világhírű, nagyszerű ember, kitűnő sportoló, kitűnő magyar ember, sőt még az sem kizárt, hogy egyszer egy középiskolában állítanak a tiszteletükre emléktáblát. Köszönöm szépen a figyelmet! És elfelejtettem tisztázni, de most akkor igazgatóra megteszem. Ez az a kollégium, ahol valamikor Csányi Sándor MLSZ elnök is nevelő tanár volt, ugye? Még egy futball kapcsolat. Köszönöm. Kérem, fogadják szeretettel a 9. A sportosztály produkcióját két kisfilm keretén belül. Az elsőben az osztály a híres Puskás Csát mutatja be, majd ezt követően a 6-3 magyar góljait láthatjuk a 9A prezentálásában. Micsoda gyönyörű akció! Budai Tibornak adja, aki a jobb szélső helyére húzódik. Tibor most befelével laposan, Puskás elhúzza rájt mellett a labdát, balon lő, gól!
évszázad mérkőzésén az évszázad legszebb gólja. A futball történelmében talán még soha nem futott végig ilyen ragyogó akció, és nem született ilyen remek gól. The concert. The light and the concert. The party and the concert. The music and the concert. And the crowd that sings. 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 Az évszázad mérkőzése. Gondolom már mindenki tudja, melyik meccsről lesz szó, de ha esetleg valaki mégsem sejti, akkor itt egy kis segítség. Szóval az a meccs, amiről ez a videó készült, nem más, mint... az angol-magyar. Bozsikot kerül alapra. Tovább adja azonnal előre Hidefutnak. Hidefuti elhúz az angol védők mellett, egy elcsinál, aztán lő! Gól, gól, gól! Következő pillanatban már neki magyar támadást tör előre. Ezt a támadást szerelik az angolok. Puskás jelesik, légyen állnak mellette, Hidefuti lő! Gól! Bravo, micsoda gól! Budai Tibornak adja ki, a jobb szélső helyére húzódik. Tibor most befelével laposan, Puskás elhúzza Rájt mellett a labdát, ballal lő! Gól! Aztán két méterre az angol kaputól szabadrúgásra jutunk. Bozsik állítja le a labdát, néhány métert hátrál, most fut neki a labdának, jobban lő, Puskás beleteszi a lábát, gól! Gurítja Puskásnak, Puskás egyet fordul vele, egy cselcsinál, bevágja középre, kacsis fejjel, a bal kapufáról vágódik ki a labda, mi labdát? Újra Bozsik elé kerül, Bozsik lő, gól! Óriási, csodálatos gól! Puskás a labda, Puskás felemeli, Hidefuti lő, gól! Nem van a hatodik, 6-2-re vezet Magyarország csapata, ragyogó! Az angol sajtó akkoriban így vélekedett a mérkőzésen történtekről. Olyan erőnlétet láttunk a magyaroknál, amilyet nálunk sohasem követelnek meg. A tragédia az volt, hogy az angol csapat meg tudott volna verni bármely más csapatot a világon, csak a magyart nem. Ez a mérkőzés történelmi fordulatot jelent a labdarúgásban. Hajrá, magyarok! Kedves vendégeink! Kérem, tekintsük meg együtt ifjabb Kocsis Sándor emléktábla avatására küldött videóüzenetét. Jó napot kívánok! Hölgyeim és uraim! Ante todo, perdonen que yo no esté de forma presencial en el acto, pero el tema de la pandemia a nivel mundial me ha impedido viajar a Budapest. Pero mi corazón y mi espíritu están en el acto. En primer lugar, en mi nombre y en el nombre de mi familia, quisiera agradecer al señor Zsolt Harma, el responsable del Szent István Technikum és Collegium, agradecerle este acto conmemorativo del instituto en el que mi padre cursó sus estudios y que clausuran los actos del 90 aniversario
de su nacimiento. Cochis 90. Que se iniciaron hace año y medio, en abril del año pasado, en el Palau de Pedralbes, en Barcelona, que siguió esta conmemoración en Budapest en noviembre pasado, en el estadio del Ferencváros, y el 21 de septiembre pasado, hace justo un año, se inauguró su estatua en el Grupama Arena, estadio de sus amores, estadio, perdón, el club Ferencváros de sus amores. Sé positivamente que mi padre recibiría con orgullo este homenaje, por la importancia que tiene la etapa escolar en el desarrollo personal, donde se aprenden los valores de la vida, como la sencillez, la amistad, el amor, etc. Mi padre no solamente fue un gran jugador, sino que fue una grandísima persona. Hablando de homenajes, déjenme que les cuente una historia. Nos situamos en el día 23 de octubre de 1966. Yo tenía 8 años. Yo estaba con mi padre en el vestuario del Fútbol Club Barcelona, vistiéndonos de jugador, los dos. Yo cogí de la mano a mi padre, o mi padre cogió de la mano de mi mano, y caminamos a la salida del terreno de juego, por unas escaleras. Una vez llegamos a pisar la hierba, 100.000 personas no paraban de corear cochis, 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 cochis. Piensen que a mí la piel se me puso de gallina. Seguimos caminando hasta el centro del campo. Tuve el honor de hacer el saque de honor, valga la redundancia. La gente aplaudiendo. Imagínense un campo lleno, 100.000 personas. Mi padre y yo llorando de felicidad, de emoción. Sí, señores, sí. Este fue el último homenaje que recibió el Fútbol Club, que recibió mi padre del Fútbol Club Barcelona en su último partido como profesional. Después de este partido, él colgó las botas. Fue un día inolvidable y que permanecerá en mi corazón hasta que me muera. Y quiero dejar en último lugar, que no por ello no menos importante, a mi amigo Barnabás, Kovács Barnabás. Sin ti, todo esto que he estado narrando hasta ahora no hubiera sido posible. No sé cómo agradecértelo. Creo que cuando tú me has pedido ayuda, yo te la he dado. Cuando tú me has pedido documentación, te la he dado. Cuando me has pedido copas, también te las he dado. Yo me he abierto a ti en cuerpo y alma para estos homenajes. Solo puedo decirte una cosa. Muchísimas, muchísimas gracias, porque sin ti todos estos eventos no se hubieran llevado a cabo. Un fuerte abrazo para ti. Y muchísimas gracias a todas las personas que habéis acudido a este evento. Köszönöm
szépen. Adios. Felkérem Kocsis Tibort, a Magyarok a Barcaért, illetve a VB Gólok című kisfilm megkészítőjét, köszöntse a vendégeket. A köszöntő után kérem tekintsék meg az említett kisfilmeket. Tisztelt közönség, tisztelt igazgató úr, tisztelt diákok! Mindig nehéz megszólalni Kocsis Sándor után, mert mindig ő mondja a legérzelemmel teli beszédeket, de egy picit próbálok én is személyes lenni, hiszen izgalmas, ahogy ezek a filmek megszülettek, ahogy megszületett a Magyarok a Barcáért. Mindenek előtt, hogy a nevem Kocsis. Én úgy nőttem fel, hogy mi Sándorral rokonok vagyunk, hogy a Kocsis család és az én Kocsis családom rokon. Ezt nagyapámtól hallottuk, édesapám adta tovább. El kellett 40 évnek telnie, mire valóban beigazolódott, hogy mi rokonok vagyunk. Névrokonok, sajnos. Sohasem gondoltam volna arra sem, különösen nem 40 évvel ezelőtt, hogy én filmrendező leszek, azt mégsem, aztán igazából nem gondoltam, még később sem, amikor már átvettem a diplomámat, hogy a focival foglalkozom, és egyszer készítek róluk, a barcelonai magyarjairól egy dokumentumfilmet. Izgalmas volt ez a találkozás, hiszen engem nem érdekelt nagyon a foci. Fociztam, mint ti, sokan itt a sorok között, meg itt mi vendégek, de egy találkozás rendített meg igazából egy történet, ez pedig Kubala László története volt, akiről valaki, egy spanyol kollégám egy éjszakán át beszélt az ő életéről, az ő történetéről. És akkor eldöntöttem gyakorlatilag, hogy én erről filmet kell, hogy készítsek, és ugye akkor sem a foci érdekelt, hanem az a hihetetlen dráma, az az életút, ami ezek mögött, a focisták mögött van, különösen Kubala, Kocsis és Cibor mögött. Fantasztikus volt ez az utazás, mert én azt gondoltam, hogy csinálok egy jó dokumentumfilmet, és valószínűleg életem egyik legfontosabb dokumentumfilmét készítettem el, és amikor elkészült, olyan fontosnak tartottam, hogy a bemutató évében 2014-ben, amikor egy éves volt a kisfiam, akkor az elejére oda is írtam, hogy fiamnak, Barnabásnak. Sokkal többről beszél ez a film, nem csak a drámai életutakról, arról a hihetetlen küzdelemről, akaraterőről, tehetségről, amit ők produkáltak, de arról a harcról is, amit megvívtak a történelemmel, a legnehezebb körülmények között a kitartásról, hogy eljutottak a csúcsra. Én Pápán ábrándoztam egy gimnáziumban, hogy egyszer filmrendező leszek, épp olyan munkás család gyermekeként, mint Kocsis. Kocsis pedig itt ábrándozott valószínűleg ezek között, a falak között, lehet, hogy még itt a díszteremben is arról, unatkozva egy órán, hogy ő egyszer egy óriási focista lesz. Fantasztikus érzés volt az, hogy ezeknek a magyaroknak a történetét be tudtuk mutatni mind a hat földrészen. Elképesztő volt az, hogy be tudtuk mutatni azt, hogy mi magyarok. Mit tettünk annak idején azért, hogy az FC Barcelona a világ egyik legjobb csapata legyen. Most ugyan gyengélkedünk egy kicsit, persze én is Barca-drukker lettem közben, ez reméljük, hogy átmeneti. De az, hogy annak idején Kocsis, Cibor és Messi hihetetlen magasságba emelte a Barcelonát, ez tény. Az is tény, hogy egy magyar miatt, képzeljétek el, elképesztő. Kubala László miatt és az ő csapata miatt emelték fel a Camp Nou-t, Európa legnagyobb stadionját. Hát persze, hogy muszáj volt erről filmet készítenem. Tehát most Messi, meg volt Suárez, meg Neymar, meg Griezmann. Srácok, ezt akkor úgy hívták, ezt a három embert, hogy Kubala, Kocsis, Cibor. Elképesztő. Amire büszkék lehetünk. És én azt gondolom, hogy az elmúlt Kocsis évben fantasztikus sokat tudtam meg Kocsis Sándorról a rendezvényeknek köszönhetően. Igazából a filmben, amit bemutattunk, és most mindjárt látni fogtok, ez egy rövid összeállítás, ez nem a teljes film, hiszen az 90 perc, remélem meg tudjátok majd nézni. Mindent beletettünk, amit Kocsis Sándorról megtaláltunk, amit elő tudtunk kutatni, ami sok-sok évbe tellett. Én azt gondolom, hogy ez a misszió, amit én felvállaltam,
most már több támogatással, hogy mindent megpróbáljunk. Itt nagykövet úrral is hihetetlen munkát végeztünk az elmúlt években, hogy feltérképezzük azt az örökséget, amit a barcelonai magyarok hátrahagytak. Ez még mindig folyik, hiszen meg tudom mondani, és el tudom árulni azt a jó hírt most is, hogy nemrégiben igazán zöld utat kapott a Kubala című egész estés filmem a Nemzeti Filmintézet támogatásával. Most lépünk a gyártás előkészítésbe, és ebben is szerepelni fog természetesen Kocsis Sándor, és lesznek benne új anyagok, exkluzív anyagok, amiket még nem látott a világ, olyan fotók, hiszen ők nagyon-nagyon jó barátok voltak. Puskás Sándorral is természetesen. Én szerencsésnek érzem magam, mert részt vettem ezen a rendezvénysorozatot köszönhetően nagykövet úrnak, Kovács Barnabásnak. Fantasztikus az, hogy ezeket a hihetetlen nagyságokat vissza tudtuk hozni, és nem csak azt, hogy ők milyen focisták voltak, hanem azt is, hogy milyen emberek voltak, akik nekünk példát mutattak. Úgyhogy remélem, hogy köztöttek is sok olyan ül, olyan fiatal, akik ebben a gimnáziumban tanulnak, akik ezt tovább viszik, és azzal a hihetetlen akaraterővel, kitartással, küzdelemmel olyan csúcsra érnek bármilyen területen, mint Kocsis Cibor vagy Kubala. Végezetül azt gondolom, hogy ezt az üzenetet vigyétek tovább az osztálytársaitoknak is, próbáljátok meg helytállni a területen, és hihetetlen érzés az, hogy egy olyan iskolában tanulhattok, ahol a világ egyik legjobb focistája tanulhatott. Fogadjátok szeretettel a következő 3 percet, ahol a VB gólokat vágtuk össze, és utána pedig a magyarok a Barszájáért készült rövid összeállítást. És az a kérésem a technikához, hogyha lehet, akkor kapcsoljuk a villany, mert az archív felvételek nem lesznek láthatóak, hogyha ezek a lámpák égnek. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Titkát rengetegen próbálták megfejteni. Sokak szerint a titok a 4 zseni volt. Puskás, Bozsik, Kocsis és Cibor. Puskás öcsi és Bozsik cucu még a kispesti grundokról ismerték egymást. A kamasz Cibor és Kocsis a 40-es évek végének legendás Fradiában játszott együtt először. Megállítja egy pillanatra a labdát, aztán laposan befelé gulik, mert látja azt, hogy Kocsis jó helyzetben van, lőd rá, Sanyi, lövünk, gól! Kocka, ahogy Kocsis Sanyit a ferencvárosi grundokon nevezték, már fiatal srácként úgy fejelt, hogy az idősebb játékosok is szájtátva figyelték. Egész vékony gyerek volt. Ő neki volt külön egy labda, egy spárgálógot, amit ő tréningezett, 5-10 percig ugrált mindig följebb. Nem volt ember, aki a Kocsissal szembe szálljon fejelésbe. Világra szóló sportsikert arattunk Londonban. 5 világrész minden pályára eljutott győzedelmes labdarúgóink híre. 6-3-ra győzött a magyar csapat, Londonban, Wembleyben győztük le az angolokat, akik 90 éve nem szenvedtek otthonukban vereséget külföldi csapattól. A mérkőzés után bementem az öltözőbe természetesen, nagy diadal, örömmámor, mindenki beszél, Puskás, Cibor, és így tovább. Egyetlen játékos van, aki azt mondja, hogy te hagyjál, szép meccs volt, jó meccs volt, de nem kell kéne ez. És azt mondja, hogy ő bizony nem beszél. Ilyen volt Kocsis Sanyi egyébként, visszahúzódó, szerény, önmagától nem volt elragadtatva. A magyar nép 1956-ban megpróbálkozott a lehetetlennel. Megszabadulni a szovjet elnyomástól. A
magyar forradalmat leverték. November 4-én a szovjet tankok bevonulásának napján indult el a budapesti honvéd csapatát szállító repülőgép Brüsszelbe egy nemzetközi kupa meccsre. A brüsszeli mérkőzés után a szabadságharcot leverő hatalom ráparancsolt a honvéd játékosaira, hogy térjenek vissza Magyarországra. Ők azonban úgy döntöttek, hogy nyugaton maradnak, és amíg nem tisztázódik az otthoni helyzet, bemutató meccsekből fogják fenntartani magukat. Ellos no querían hablar mucho porque les dolía dentro, porque tú no dejas un país, tu país, por gusto. Realmente fue un tema de decir, estamos invadidos, nos han quitado la libertad. Cibor, Kocsis és a közben Spanyolországba érkező Puskás helyzete semmit sem változott. Egészen addig, amíg Kubala meg nem győzte a Barca elnökét, hogy egyedülálló lehetőség előtt áll. Szinte ingyen szerződtetheti a világ három legjobb játékosát. Puskás végül a Real Madridba került, ám Cibor Zoltán és Kocsis Sándor a Barcelona játékosa lett. 1958. augusztus 8-án kapták vissza a játékengedélyüket. Aznap a Camp Nou csordulásig telt. 110 ezer ember volt kíváncsi a két új magyar szerzeményre. L'atmosfera era de anar a un espectacle. El futbol abans era, sempre havia sigut un esport, una competició. Amb l'arribada de Kubala i de Coxis i de Cibor, a més d'una competició, era anar a un espectacle. Era disfrutar de quelcom diferent que fins aleshores no s'havia vist. Coxis era un jugador, un senyor. Parecía más un director d'orquestra, dramático, señorial. Tenía la cabeza de oro. Recuerdo que yo le vi marcar un gol fuera del área, con la cabeza, que se dice pronto. Tenía un cuello como fuerte, como y cuando él remataba de cabeza, como si hubiera sido un chut, ¿sabes? Con una potencia y una velocidad extraordinaria. Decían de que cuando se levantaba para rematar, se quedaba un minuto en el aire, pendiente de cómo hacer el gesto para rematar la cabeza. Az angol Wolverhampton elleni meccs első fél idejében egy esésnél eltörik a kulcsontja. Ő azonban így is négy gyönyörű gólt lő. Másnap a meccs hősével, a szerényen mosolygó Kocsis Sándor fotójával van tele a világ sajtó, Angliától Spanyolországig. ¿Qué puedo recordar de yo ir al campo del Barcelona y escuchar a 100.000 personas corear el nombre de mi padre en un partido con Roque Olsen de entrenador? Que no alineó a mi padre en aquel partido concreto que yo recuerdo. Recuerdo que lloré muchísimo porque yo escuché Coxis, 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 Coxis muchas veces en el partido, porque todo el mundo quería que jugara mi padre. Hay cosas que no se compran con dinero. El cariño no se compra con dinero. O sea, hay cosas que no. Y esta de un homenaje, una cosa así, el público que te aplauda. Ya verás que nunca más te aplaudirán ya, se ha terminado los aplausos, ¿no? Y esto pues es una cosa que se te orgullece en lo que es a tu persona, ¿no? Y lo saben los más viejos de aquí del barcelonismo, lo saben, que el fútbol actual que juega el Barça es consecuencia del fútbol del Barça de los húngaros, que revolucionaron el mundo del fútbol. Pero bueno, si un día nos vienen jugadores
como estas tres personas, vendida. Ya firmo, ya lo desearía, porque realmente, he dicho antes, quizás repetidamente, los grandes jugadores, lo más importante es que además sean grandes personas. Es importante, es lo más importante. Un jugador sin corazón solamente, porque es un gran jugador, pero el corazón no es generoso con su entorno. Estos tres puedo garantizar que fueron tres futbolistas irrepetibles. Újra meg újra Puskástól indul el a támadás. Ott Cibor kap jó labdát, a higanymozgású balszélsőt képtelenek feltartóztatni a koreai védők. Pontos beadását Kocsis a hálóba juttatja. Újabb Kocsis góllal 4-0-ra vezetünk az első fél időben. Középfedezetünk már is szökteti Budait, aki a 16-os sarkáról Kocsishoz adja a labdát, és itt az ötödik gól, a hálóban táncol az ötödik gól a második félidő ötödik percében. A saroklugás jól ívelők a kapu felé, a német kapus kiüti, Kocsis lábáról gól! Megszületett az első magyar gól az első félidő második percében. Még fel sem mocsudott a közönség, Puskás Kocsis elétállal, gól! 3-0 az eredmény az első félidő 21. percében. Most jönnek ki a folytatásra, ám egyik fél sem látszik túl elégedetnek. Hidegkúti nagyszerűen viszi a labdát, majd remek szöktetéssel ugratja ki Kocsist. Kocsis ellenállhatatlan rohan a kapu felé, és a kapu jobb sarkába rúgja a labdát. Tibor kapja a labdát, aki Bauer elől ügyesen ad hátra. Lövését Buzánszki teszi tovább Bozsiknak. Bozsik mesterje lekezi a labdát, még egyet igazít, és már is száll labda Kocsis felé, és egy igazi Kocsis fejes után a brazil hálóban táncol a második magyar gól. Két perc hiányzik a mérkőzés befejezéséhez, amikor Hidegkuti szökteti a jobb szélső helyén futó Tibort. Tibor most ismét ragyogóan játszik. Leadását Kocsis a hálóba fejt. Megszületett a negyedik magyar gól. Újabb magyar támadás, megint Budainál van a labda, a jobb késő leállítja, puhán lágyan befelé, ível, gyönyörű fejes száll a kapu bal sarka felé, és Kocsis fejese nyomán a hálóban táncol a harmadik magyar gól. Óriási az öröm a pályán, óriási az öröm idehaza. És Kocsis fejese benn van a hálóban. 4-2-re győztünk, Magyarország csapata legyőzte Uruguay. A magyar válogatott nagy ellenfelet kétszeres világbajnokot győzött le, és ragyogó teljesítményével bejutott a világbajnoki döntőbe. Kedves vendégeink, iskolánk az emléktábla avatás alkalmából szeretné átadni a Jó Tanuló, Jó Sportoló díjat. Felkérem Molnár Juditot, az alapítvány elnökét a díj átadására. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Én az iskola általános igazgató helyettese vagyok, egyik minőségemben erről fog beszélni, másrészt pedig az iskola tanoda jobbító alapítványának elnöke. Láthattak Önök két kisfilmet, nem is olyan régen, a sok profi film között, amelyet az itt hátul ülő 10. A-osztály készített, méghozzá nem azért, mert erre az ünnepségre kötelezővé tettük számukra a megemlékezést, hanem minden évben vannak úgynevezett projektnapok nálunk, és akkor a diákok kiválaszthatják azt a témakört, amiben szeretnének elmélyülni. A tavalyi 9. A, mostani 10. A azt választotta, hogy kicsit az aranycsapat környékén néz szét, és ellátogatta a Grupa Marénába, és Kocsisról, Puskásról tanul, és közben támadt az ötletük, hogy a múltat felidézve a jelenben megpróbálják megismételni azt, ami akkor olyan nagyszerű volt. Ennek a terméke, idézőjelben az a két kisfilm, amit láttak,
és igazán meglepetést okoztak nekünk. Ők úgynevezett sportosztály, idéntől kettő is indul, ők tavaly még egyedül indultak, és nagy meglepetésünkre és örömünkre nagyszerű gárda jött össze. Mind tanulmányilag, mind a sportterén kimagasló eredményeket érnek el, ezért is foglalhatnak helyet most itt a kiállítás előtti széksorokban. A projekt hetek alkalmával megszületett produkciót szeretnénk először jutalmazni, úgyhogy megkérem az osztály egy képviselőjét, hogy a Puskás projekt kiváló teljesítéséért az elismerő oklevelet vegye át tőlem. Valakit szeretnék az osztályból kérni. Szeretném, ha itt maradna Norvi, ugyan még vár rá egy kitüntetés, egy díj, mert a Tanoda Jobbító Alapítvány szeretné feleleveníteni a Jó Sportoló, Jó Tanuló díj ünnepségét, átadását. A 2000-es évek elején volt már egy ilyen díjunk, aztán valahogy elfeledkeztünk róla, viszont azt látjuk pont ennek az osztálynak a tagjai között, hogy igenis vannak, akik ezt megérdemelnék. Például azért, mert olyan tanulmányi átlagot érnek el, ami az iskolában is kimagasló, és például azért, mert a Szent István csapatában akár csapatkapitányként, akár az osztályban vezető személyiségként viszik magukkal a csapatot, ami egyrészt az osztály, másrészt pedig a SZISE csapata. És azért mondtam Norvinak, hogy maradjon itt mellettem, mert úgy hallottuk a tanároktól, és azt láttuk az eredményeiben, hogy most 2020-ban, itt szeptember 21-én a felelevenített úgymond kistesót, ami egy ilyen kis jó tanuló, jó sportoló kupa, és mellé egy oklevél és az iskola történetének könyve, szeretném neki átadni, tehát Szarka Norbert a 10. A-ból nyerte el most ezt a jó tanuló, jó sportoló díjat. Gratulálunk! Sok sikert kívánunk, Norbi! Köszönöm szépen! Kérem, fogadják szeretettel Ramon Alfonseda, az FC Barcelona Veterán Játékosok Szövetségének alelnökének videóüzenetét. Hace una vez más que me hayan invitado para homenajear a uno de los mejores delanteros de la historia de fútbol, Sandor Coxis. Conocido por su gran facilidad rematadora como cabeza de oro, jugador de la selección húngara, también recordados como los magiares mágicos, el Ferenbaros, el Hombet, el Jan Ferus de Suiza y, como no, del Fútbol Club Barcelona. Campeón en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952, subcampeón de la Copa Mundial de Fútbol en el 54, donde fue el máximo goleador del campeonato con 11 goles. Como presidente de la agrupación de jugadores del Fútbol Club Barcelona, quiero agradecer los vínculos creados con Hungría gracias a tres grandes jugadores, como el mismo Sándor, Ladislao Kubala y Zoltán Zsibor, y con una especial colaboración del ex cónsul de Hungría en Barcelona, el señor Barrabás Kovács. Gracias a él, hemos recuperado la historia, la relación, el afecto que todos los barcelonistas sentimos por su gran país, Hungría. También decirles que nos sentimos orgullosos de que los restos de Sándor fueran trasladados con honores de jefe de Estado a la Basílica de Budapest, su ciudad, que tanto amó y durante su estancia en Barcelona nunca olvidó. Hoy, su colegio, el Zen Isván Technicum, le rinde un merecido homenaje con una placa conmemorativa. Colegio que le vio crecer y ayudó a formarse como persona y que sin duda contribuyó a ser un gran deportista. Sándor siempre añoró su Budapest, pero la seguridad de su familia y el fútbol, su gran pasión, eran prioritarias ante la invasión rusa que sufrió Hungría en aquella época. Nosotros, los exjugadores del Fútbol Club Barcelona y todos los barcelonistas, siempre tendremos un gran recuerdo, un recuerdo inolvidable de un gran jugador de fútbol y aún mejor, una mejor persona.
en nombre del presidente del Fútbol Barcelona y del mío propio, como representante de todos los escuadrones del club, quiero enviarles una vez más nuestro más sincero agradecimiento. Desde aquí les invito a mantener estos lazos de unión para que estos sentimientos entre el Fútbol Club Barcelona y Hungría los mantengamos siempre vivos. Gracias, Hungría. Felkérem dr. Kovács Barnabást, volt barcelonai főkonzul urat, a Kocsis 90 emlékév megálmodóját, hogy nyissa meg a Kocsis 90 kiállítást. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Először is szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött erre a rendezvényre, hogy együtt ünnepelhettünk, emlékezhettünk Kocsis Sándorra. Ez ma már nem annyira egyszerű, mint akár egy fél évvel vagy egy évvel ezelőtt volt egy rendezvényen része, úgyhogy köszönöm szépen önöknek, hogy eljöttek. Köszönöm igazgató úrnak, hogy lehetővé tette, hogy Kocsis Sándor egykori iskolájában emléktáblát avathassunk, és ezen az ünnepségen emlékezhessünk az iskola volt diákjára, aki a világhírig egészen elképesztő magasságokig jutott. Mindenhol ismerik őt, az ő nevét, és innen az iskolából, ennek az iskolának a fala. Szeretném megköszönni, és ő diákoknak a produkciójukhoz rendkívül szívkes, és ha így folytatjátok, akkor lemerült az elem, nem baj, annyival hamarabb fejezem be. Tehát ha még egyszer gratulálok a diákoknak, nagyon szépen köszönöm, hogy ti vállalkoztatok erre, rengeteg kreativitás, ötlet és áthallás volt, amit ti csináltatok, minden elismerésem a diák. Köszönöm az iskola egy másik híres diákjának, hogy elvállalta az emlékévnek a fővédnökségét. Nagyon röviden, hogy vagyunk itt ma. Ez az egész gondolat abból indult ki, amikor Barcelonában főkonzul voltam, hogy mivel tudnánk az ottaniak számára Magyarországot szerethetővé, vonzóvá tenni? Nem kellett messzi menni, Barcelonában a foci az teljesen magától értődő, és ott volt ez a három kiválóság, akik közül Kocsis Sándort Kubaláról is megemlékeztünk, Cibor Zoltánról is megemlékeztek, most Kocsis Sándornál vagyunk, aki labdarúgó világbajnokság gólkirálya volt, az első magyar labdarúgó VB gólkirály, és az ő tiszteletére kezdtük el ezt az emlékév sorozatot, középpontba állítva a tehetséget, a kiválóságot, hogy a rendező úr is mondta, nem csak a focistát, hanem az embert is. Barcelonában kezdtük, voltunk Kárpátalján, voltunk a Grupama Arénában, javaslatomra Tarlós úr támogatásával a fővárosi önkormányzat szobrot állítatott az iskola volt diáknának, és most pedig a mai napon köszönhetően az iskolának, az iskola vezetésének egy emléktáblát fogunk állítani lent, és ezt majd megkoszorozzuk a rendezvény végén. Itt pedig a hátsó sorokban Kocsis Sándor életét bemutató kiállítást láthatjátok, amelyből, ha esetleg elolvassátok, láthatjátok, hogy egy olyan ember, aki egészen messziről indult, nagyon nehéz körülmények közül, munkával, kitartással, tehetséggel, egészen Barcelonáig, a világhírnévig, sok embernek a szívéig eljutott, és hát a múlt emlékeit, a múlt értékeit megőrizve és bemutatva a jelen és a jövő nemzedékeinek, bízunk abban, hogy hasonló tehetségek lesznek majd Magyarországon is. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmüket, szép rendezvény további szép napot kívánok önöknek, és a diákoknak pedig jó tanulást, jó sportolást, és érezzétek itthon magatokat az iskolában. Köszönöm szépen! Kedves vendégeink,
Köszönjük, hogy részt vettek Kocsis Sándor emléktáblájának avató ünnepségén. Kérem, fáradjanak iskolánk végzős diákjai után az emléktáblához. Koszorút elhelyezni az emléktáblánál lesz lehetőség. A Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Olimpiai Akadémia közös koszorúját elhelyezi Győr Béla, a Magyar Labdarúgó Szövetség koszorúját Gellei Imre és Bazsán József, a Szent István Technikum és Kollégium koszorúját Harmad Zsolt igazgató helyezi el. A spanyol nagykövetség részéről Hollai Zoltán koszorút helyez el. Kérem, egymástól tartsák a 2 méter távolságot. Köszönjük a figyelmüket! Akkor megkérem a koszorút, illetve a virágot elhelyezni szándékozókat, hogy akkor legyenek kedvesek feltenni az emléktáblára. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttek. Elsőként a házigazda Szent István Technikum koszorúját helyezzük el az emléktáblánál. Köszönjük szépen. A Győzőre urak a és a Magyar Olimpiai Akadémia közös koszorúját Győr Béla úr helyezi el a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára. A spanyol nagykövetség részéről Hollai Zoltán urat kérem meg, hogy helyezze el a virágot az emléktáblához. A szövetség részéről Gellei Imrét és Bazánt Józsefet kérem meg, hogy helyezzék el a koszorút. És akkor én köszönöm szépen, hogy eljöttek, és megemlékeztettünk Kocsis Sándorról. Örültem, hogy ezt a említelvel létre tudjuk hozni. Hosszú hónapok munkája volt benne, és külön köszönöm Kovács Barnabásnak, hogy ebben segített és támogatott minket. Köszönöm szépen, még egyszer mindenkinek.